Tegnap előtt egy nagyon érdekes beszélgetésem volt, és annak kapcsán, ahogy hallgattam a partnereimet, minduntalan eszembe jutott egy réges-régi prezentáció. Itthon elővettem, meg megígértem, hogy átküldöm nekik. Aztán átolvasgattam, és rájöttem, hogy ez tényleg valóban napra kész még ma is. Tulajdonképpen nekem is egy érdekes kaland. Mit tudok 2010-ben a weblapokról és a weblapmenük navigációjáról, és mit tudok ma? Mi változott? Kicsit hosszú az anyag, van belőle 4 részes is, de valamiért azt érzem, hogy nekem majd abba hagyják, hogyha megunják. Megyek és mondom a magamét. Elkezdem. A weblap tényleg 2009-ben ünnepelte a 20. születésnapját. Ez volt a World Wide Web. Ennek az úriembernek az arcát kevesen ismerik, pedig ő volt az első weblap, és ennek a 3B protokollnak a megalkotója. Tudom, 2010-ben is tudtam, hogy milyenek voltak kezdetben a navigációs menük egy weboldalon. 89 és 2000 között egy logikai struktúrát, egy gráfnak nevezett fa ábrát lehetett felrajzolni, ami ma is hasonló, csak ma úgy mondhatnám, hogy térbeli lett. Akkor csak vízszintes kiterjedése lehetett, főleg ma egyre inkább áthálózva. Nem is tudom, mihez hasonlítsam. Majd kitalálják a megfelelő választ rá. No, egy biztos, a menü struktúra akkor tisztán matematikai alapokra épült. Semmi másra. Valójában ma is, de ma sokkal erősebb a vevők magatartásának a követése. Hogy néztek ki az első korabeli weblapok? Itt van néhány, még ma is élő weblap. Az internet archívum, a Wayback Machine megmutatja, évente többször is indexeli azokat az oldalakat, és egy-egy képernyőt is elment róluk, gyakran a tartalmat elég komoly mélységig megtartja, amikről rendszeresen a nagyobb forgalom miatt rendszeresen kap információt. Tudom, hogy most egy kicsit bonyolultnak tűnök. Lehetne egyszerűsíteni, de én most nem egy motiváló, lendületet adó marketing gondolkodást akarok bemutatni, hanem inkább egy kis visszatekintést, elgondolkodást szeretnék elérni. A legrégebbi magyar weblap ma is él, 1999-es. Gondoljak csak meg, hogy milyen közel van az a dátum. 1997-es volt ez az egyetemi weblap, és 1998-ban indult a Google. Fogalmam se volt róla. 2000-ben ott voltam Vancouverben, közvetlenül a Google születős és a Google születési helye mellett. És akkor még egy telefonkönyvhöz hasonló Yahoo katalógust is hoztam haza. Odaadtam az egyik pedagógiai intézetnek bemutatása, sajnos azóta nem láttam. Remélem valahol megbízható helyen valóban értékesnek tartják, mert én ma biztos, hogy mindenkinek megmutatnám. Hát az volt a telefonkönyvszerű első internetkatalógus rendszer, és ezt robbantotta, váltotta a Google. De ami bennünket most jobban érdekelhet, az a nagy weblapok, amelyek garantáltan az első között indultak, és a mai napig folyamatosan fejlődnek, azokon keresztül tudom megmutatni azt, hogy milyen is a weblapok struktúrája, és az a gondolkodásmód, ami ezt a struktúrát kialakította és rendszeresen fejlesztette. Anno úgy hívták, hogy Basic, egyszerű navigációs struktúra van, tényleg. Körülbelül így lehetett ábrázolni. Egyszerű, vázlatszerű, leltárszerű, bevásárlólistaszerű, és ami a legfontosabb, ami ma már elképzelhetetlen, érzelemmentes. Kevés volt a funkció, kevés volt a visszacsatolás, de hát miért is ne lett volna az? Mi volt akkor a navigációs menük egyik feladata? Segíteni az embereknek, hogy eligazodjanak. Találjanak megfelelő terméket, szolgáltatót, találják meg a szükséges információkat az ajánlatokról, és
Az se baj, ha látják, hogy merre járnak, és az se baj, ha látják, hogy merre mehetnek. Nem minden weblap tudott ennek megfelelni. Akkor. Előfordul még ma is, hogy úgy gondolják, hogy a vevő majd úgy gondolja, hogy, de a vevő általában ezt nem tiszteli. Volt azonban még egy másik feladata is a navigációs menüknek, már akkor is. És azóta is folyamatosan ebben gondolkodunk és ebben dolgozunk. Segíteni a vállalkozásoknak, hogy eligazítsanak. Kit? Hát a vevőt, az érdeklődőt. Mutassa, mihol érhető el, kiemelt tartalmak, háttértájékoztatók, akciók, ajánlatok, de ezt most már nem is részletezem. Milyen érdekes, hogy a cross-sell, az up-sell és az after-sell még mindig, de tényleg mindig, a mai napig, valahogy olyan fura. Azt tudják, hogy új vevő, új vásárló, törzsvevő, törzsvásárló, ezeket a kifejezéseket hallom, de azt, hogy egyik a másik oldalára, egyik a másik termékcsoportjára átjár, és együttesen átvásároltatják a vevőt. Most csúnyán mondtam, de valami ilyesmiről van szó. Az upsellről és az aftersellről ugyanez. Ha megkérdezem, hogy mi ez az upsell, gyakorlatilag nem tudják. Néhányan azonban hamar ráéreznek, amikor azt mondom, hogy a vevő bejött, hogy vegyen egy cipőfűzőt, és elasz neki két pár cipőt is vele. Na, az az upsell. Az aftersell, az meg amikor visszajön és vesz a gyerekeinek is, megvesz még hozzá cipőtisztítót, lehet, hogy egy új tabbetétet, de mindenféleképpen az első vásárlás után megismétli a vásárlásait. De most 2010-ben nézzük, mi volt a menü feladata. Nyilván sokkal több. Nincs olyan messze az az idő. 98 óta a navigációs menünek két újabb feladata is van. Indexelje jól a weblapot a Google. Legyen a weblap az első index oldalon. Ezt nem kell magyaráznom, az más kérdés, hogy mindenki egy kicsit mást ért, amit mögé gondol, és megint más, mint amit valójában ezzel el lehet érni. És amit most sokszorosan aláhúzok, mert akkor is már ez volt a dolga a weblapoknak, ma pedig az összes többi technológiai, programozási, marketing ügyeskedést el lehet felejteni, ha profi, ha tisztességes eszközöket használ, ha tisztességtelen, totál mindegy. Ma egy dologról van szó. A vevő konvertál, vagy nem. Alakítsa ki, vagy alakítsa át a weblap azt a kapcsolatot, amelynek során a vevő képes lesz a konvertálásra. Vagyis vezesse el az embereket a konverziós pontokhoz, hogyha a tartalom, a szöveg is kellően motivál. 2010-re a menük és a navigáció valódi célja a konverzió volt. Cselekvésre, közvetlen válaszra motivál, véleményt formál. Hogy az emberek ne csupán eligazodjanak, de aktív partnerré váljanak. Hogy a vállalkozások ne csak eligazítsanak, de döntésre és cselekvésre motiváljanak. Nem tiszta ez a konverzió gondolat? Hallotta, de mégsem igazán tudja, hogy a saját üzletében ez mit is jelent. Álljunk meg egy kicsit, hogy elgondolkodhasson rajta. Mielőtt lekapcsol, nézzük csak meg. Tudom, hogy mi a konverzió, már 2010-ben is ez volt. Regisztrálj, vásárolj, rendelj, vegyél részt, értékelj, kér hírlevelet, oszd meg, térj vissza, rendelj újra, vásárolj még, értékelj újra, maradj kapcsolatba, folytassam. Nem kell. Call for action. Felszólít valamilyen cselekvésre, de talán többet megért ebből, hogyha elolvassa az apró betűket. A konverzió eredeti jelentése átváltozás, és igen, tényleg megtérés. Tudom, ma is ugyanez, amit elvárhatunk, és amit még jobban kell csinálnunk. Tudom, hogy miért legyen interaktív a site navigáció. Szinte real-time kövesse a vevő mozgását a weblapon. Hogy ezt hogy oldjuk meg, az egy kérdés.
de hogy miért kell megoldani az itt van. A felhasználót aktivizálja, válaszakció, értékelés, megosztás másokkal. Tehát a navigáció célja végső soron a jobb eligazítás mellett, a jobb eligazodás mellett maga a konverzió, ma pedig ez az elsődleges dolog. Ma már mindenki tud olyan weblapot csinálni, normálisan eligazodik a vevő. Akár több útvonalat is biztosít neki azért, hogy a megfelelő, neki kedves útvonalon eljusson oda, ahova szeretne jutni az információhoz, a rendeléshez, az űrlap kitöltéshez, és így tovább. De a konverzió ennél, hogy cselekszik, és most már hozzáteszem a Facebookon, most igazán benne vagyunk a Facebookunkban, és a közösségi oldalak, ha a Facebook lecseng, azok akkor is élni fognak. A véleményformálás is egyfajta konverzió. Ma különösen fontos, főleg, hogyha Facebookban is, illetve Facebook kampányban érdekelt. Ha az emberek beszélnek róla, akkor a Google garantáltan azt értékesnek fogja tekinteni, és olcsóbb kulcsszódíjakkal, jobb index oldallal, nem sorolom tovább. Tehát a Google ezekre jól reagál, előbbre helyez minden vonatkozásban. Jobb lesz, megtérülök lesznek a befektetések. Harmadszor is elmondom, muszáj súlykolni. A navigáció célja, mint minden egyébé, végül is a konverzió. De még mindig nem, mi az, hogy megtérés? A keresztények a Bibliából ismerhetik ezt a kifejezést. Amikor a damaszkuszi úton Saulusból Paulus lett, tehát egy gondolkodásmód, egy gondolati váltás, magyarul, amikor az érdeklődő először megismerkedik a termékkel, aztán egyre jobban értékeli, elismeri, bizalmat ad neki, végül vásárlóvá válik, vesz. Ez a folyamat a konverzió folyamata többek között. Tehát egy minőségi átalakulásról van szó, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni. Tudom, most azonnal gondolhatta arra, hogy jó, de az én termékeim, az én szolgáltatásaim nem ilyenek. Itt nem kell nekem új vevő után törzsvevőt szerezni, mert képtelenség. 5 évenként egyszer fog venni majd újra egy inhaláló készüléket, vagy hasonló hajfestékere. Lehet, hogy ez igaz, mert azt havonként fogja valóban ismételni a vásárlást. Igen, értem én, de attól még a konverzió konverzió. Meg kell találni azokat a konverziós formákat, amelyek a cégnek, a vállalkozásnak használhatók, elfogadhatók, és a vevőknek is ezek szükségesek. És ezt kell a weblapra mind ráhúzni. Akkor kezdünk el igazán weblap struktúrát tervezni, hogyha ezzel tisztában vagyunk, hogy ezt mit tehetünk, milyenek a korlátaink, milyenek a lehetőségeink. Ezért a navigáció feladata a konverziós útvonalak rugalmas alakítása. Azaz optimalizált úton vezesse el a vásárlót az optimális célhoz. A menü struktúra igazodjon az értékesítési és konverziós útvonalakhoz, és ne fordítva. És még egy fontos dolog, ha egyszer a vevőnek a konverzióját segíti. Nem szabad elégedetlennek lenni, és rosszul meghatározott célokkal magunkat elkedvetleníteni. Hiába webáruház a webáruház, hiába nagyszerű és jól kialakított az online rendelési forma. Ha ő valamiért azt mondja, hogy őt nem érdekli, ő alaposan körülnézett a weboldalon, de ő akar egy ügyfélszolgálatot, és majd az ügyfélszolgálat bepötyögi az adatait, ő nem vacakol vele, akkor ezt el kell fogadnunk. Ha ő az interneten akar rendelni, és online akar utalni, azt felel meg, arra kell akkor lehetőséget adni. Ha az utánvéd kedvesebb neki, akkor arra. Ha mindent lerendez, megrendel online, majd utána bemegy a boltba és átveszi személyesen, azt ugyanúgy el kell könyvelni, hogy a webáruhás sikere és a hozzátartozó Google AdWords kampány vagy Facebook kampány sikere. A vevőt nem lehet átalakítani, csak kiszolgálni.
számára kedvező az adott helyzetben optimális megoldásokat választhat a weboldalon.